A rébai nagy lexikonból tudjuk, hogy az ezoterika görög szó. A szellemvilág kutatásával van kapcsolatban. Olyan titkos tanítást jelent, ami a régi görögök szerint csak a beavatottak számára volt elérhető. A mai ember már sokféle tanítással találkozhat. Falusi Ferenc, a Vecsési Ezoterikus Klubnak a vezetője. Kinek a fejében született az ötlet, hogy ilyen klubot hozzatok létre? Hát az enyémben természetesen. Hogyha körülnézünk a világba, akkor rettenetes dolgok zajlanak. Hát itt a háborúkra gondolok, a környezetváltozásra gondolok, főleg ami most is történt, természetcsapás. És hát az ezotéria egy olyan dolog, ami annyira összefog mindenfélét, amit az emberek ma olvasnak, vagy előadáson hallgatnak. Gondoltam, hogy ezt összeszedve egy picikét itt Vecsésen létrehoznánk, és akkor egy ilyen társaságot is elbeszélgettünk erről. A következőt képzeltem el. Nem iskolát csinálni, habár sose lehet tudni, mi lesz belőle, hanem beszélgetni ilyen irodalmakról, ilyen könyveket, aki olvas, az elhozza, hogy mit ért, mit nem ért. Nagyon sokan végeztek itt különböző iskolát Vecsésen. A megalakulásnál már itt mondták többen, hogy reiki mesterek, jogával foglalkozik, egyéb sporttevékenységeket csinál, és úgy gondoltam, ezeket összetereljük, és akkor megbeszéljük a dolgokat. Aki valamit nagyon jól tud, az elmondja a többieknek, amit én tudok jobban, azt én mondom el, és ha valaki nem ért is, vagy laikus, csak ilyen könyveket olvas, az is itt lehet közöttünk. Na most a fő téma elsősorban, hogy összehozzuk azt a dolgot, hogy gyógyulás, gyógyítás egy picikét, öngyógyítás, a szeretet témája, valamint a lélek és a szellem és a fizikai test egyensúlya. Mert nagyon-nagyon sokan vannak, akik hát úgy néz ki, hogy betegeskednek, de igazából ezt a hármasságot nem ismerik el. És egy picit itt az embereknek a szemét fölnyitogatnánk, és egészen másképp menne már az orvoshoz, vagy egészen másképp gondolkodna erről, illetve a pozitív gondolkodásra vezetnénk rá az embereket. Én így képzeltem el. Most megalakultunk csütörtökön, bocsánat. Már egy nagyon nagy létszám volt, és nagyon boldog voltam, hogy így indult. A múltkor volt egy feng shui előadás a kultúrázban, nagyon kevesen voltak, maximum 7-en, és egy kicsit elkeseredtem, mondom, mi volna, ha én csinálnák, hát akkor is ilyen nehezen fog ez menni. Ezért egy ilyen klubszerűen összefogtam, hogy sok téma legyen, és akkor sokféleképpen színesen lehet ezt előadni. Ha valakit érdekelne személyesebben ez a dolog, milyen telefonszámon lehet elérni? Hát elsősorban itt a könyvtár ablakába vagy valahová a plakátot kitettük. Folyamatosan ki fogunk tenni plakátot, ahol a téma, fő témát is meg fogjuk jelölni, és a melléktémákat is. Egyébként hát az én telefonszámom az megvan adva a plakáton is, ez természetesen 29-es helyi körzetszám 351-686-on. E-mail címünk is van, már azt is elindítottuk, hogyha valaki úgy akar érdeklődni vagy küldeni nekünk esetleg levelet. Fejből azt most nem tudom, de a plakátom már nagy betűkkel rajta van. Kell-e ezért fizetni? Semmit nem kell fizetni. Én se kérek semmi pénzt, én is a klubot így önzetlenül hoztam létre, hiszen nem ez a fő célunk, hanem az a fő célunk, hogy ebből kicsit többet tudjanak az emberek, jól érezzük magunkat, és hát abba az irányba tereljük, amit előbb is mondtam.